Köszönöm szépen. Kilépek oldalra, mert szenvedélyesen szeretnék érvelni, de előtte két dolog miatt kell elnézést kérnem. Ugye a címet még akkor adtam, amikor egy szűkörű szakmai párbeszédről volt szó, és noha nem feltételezem, hogy a középiskolások ne tudnák, hogy mi az, hogy episztemológia, azért elmondom, hogy itt olyan értelemben használtatik, ugye, hogy a filozófiai gondolkodásnak a világ problémáihoz való közeledés során vagy magával a léttel és a valósággal, vagy azzal kell tusakodnia, hogy elménk hogyan ismeri meg mindezeket, és hogyan alakít róla ki képet. Úgyhogy én most az utóbbiról szeretnék beszélni. És mint történész elsősorban arra vagyok kíváncsi, ugye, hogy a korábbi történelmi korszakokban a éppen mindenkor rendelkezésre álló tudás alapján hogyan és miképpen lehetett viszonyt kialakítani mondjuk környezeti problémákhoz. A második elnézéskérés azért van, mert eredetileg médiáról, meg közösségi médiáról kellett volna beszélnem. Én fontosabbnak tartottam ezeket a megfontolásokat, csak most mégis annyi dolog került elő a médiáról, hogy néhány szót, ha már ugye a bolygó kapitányát megjelenítettem itt a nyitó szlájdon. Ugye róla azt kell tudni, hogy 1990 és 1996 között Bundesliga frizurával megmentette állandóan a Földet, amikor a planétások, ugye a négy őselemet képviselő hősök vele, a szívet jelképező kapitánnyal találkoztak, mindenféle gonoszságtól sikerült megmenteni a Földet. És egyébként ugye ennek a média tartalomnak zárójel, amit Ted Turner, ugye a legnagyobb amerikai médiavállalatnak a tulajdonosa, nagy, szenvedélyes környezetvédő és zöld gondolkodó, tartotta nagyon fontosnak, hogy a jól ismert média kulisszában megjelenjen a klímavédelem és a környezetvédelem gondolata, és egy kiváló munkatársra akadt, aki ugyanezt gondolta, így született meg ez a sorozat, amin ugye nemzedékek nőttek föl, és plantálták ugye generációk fejébe azt, hogy a természetet pusztítani rossz, a természetet megvédeni az meg jó. Senki nem akart doktor Métej vagy Koszmó, ugye gonosz birodalmához tartozni, és ugye ezzel rögtön a figyelmünk arra is ráterelődik, hogy azért ez a média, amit általában a hamis hírek vagy az igazság utáni világ kapcsán jellemzően negatív kontextusban és elítélően tárgyalunk. Valójában ugye látni kell azt, hogy elképesztő teljesítmény nyújtó a rendszer a modern világnak. Az, hogy valós időben látunk jéghegyeket olvadni, az is média, mert ott vannak a televíziótársaságoknak a kamerái, hogy megmutassák nekünk. Az, hogy 10 éven át próbálják fotózni a kacsacsőrű emlőst, hogy hogyan párosodik. Ember nincs, ugye, aki ezt a természetben türelemmel, meg akár végignézni. Hihetetlen mennyiségű tudást szerzünk, autentikus tudást szerzünk a természeti környezetről, meg a világról a médián keresztül, és még sorolhatnám hosszan a médiának azokat a segédcsapatait, ugye, akik folyamatosan pozitívat tüzelnek, és ugye ehhez képest az, hogy egyébként vannak olyan szegletei, és vannak olyan bugyrai, ahol valakik, horribile dictu celebek, nem pontos dolgokat terjesztenek. Információ történészként is azt gondolom, hogy ezek nem fontos kérdések. A fontos az, hogy a média mit teljesít, a kevésbé fontos, amivel azért foglalkozni kell, hogy egyébként milyen diszfunkciói vannak még. És ugyanez igaz, tehát, hogy a föld tüdején nem esnék annyira kétségbe, hogy rossz metaforát terjesztenek a celebek, mert azt a funkcióját, hogy kiérzékenyítsen, azt a funkcióját, hogy a veszélytudatos tudatot erősítse, ellássa, hogy egyébként meg helytelen, az nem annyira fontos, mert hogy igazság szerint nem az a fontos, hogy egészen pontos üzenetek keringjenek a médiában, hanem az, hogy amikor fel kell dolgozni, meg majd cselekvést kell választani, akkor az az információs tartom, ami ezt lehetővé teszi, az ott és akkor rendelkezés rájön. A magyar nemzettudat se sérült attól, hogy Dugovics Titus nem létezett, nem lökte le a törököt, nemzedékek nőttek fel úgy, hogy azt gondolták, hogy ez így van. Semmifajta sérülést nem okozott, de ha már tudták volna, ugye akkor nagyon sokan tragédiának láttak volna, hogy ilyen hülyeségekkel letetik a magyar diákokat. Szóval, hogy zárójel, óvatosan a média kritikájával, ami nem jelenti azt, hogy ott, ahol indokoltott, ne ejtsük szerét. Itt most csak azt szeretném villámgyorsan megmutatni, hogy persze nem a modern és egyre több hangszeren játszó média az, ami ezt a gondolatot, ami elménkhez
igyekszik eljuttatni, hogy itt nagy baj van, figyelni kell a környezetre. Ahogy mehetünk vissza időben, csak ha már pandák előkerültek, ugye pont az én születésem évében születik meg a mai napig nagyon aktív hát planétásai ugye a világnak, a WWF. Nagyjából ugyanekkor jelenik meg a legnagyobb hatásúnak mondott könyv, ami felhívja a figyelmet az ökológiai problémákra, pedig egyébként csak egy szűk keresztmetszetből, ugye a peszticidekből kiindulva mutatja be azt, hogy milyen rettenetes katasztrófákat okozhatnak. Amikor a kutatók szerint az emberi tevékenység elkezdi radikálisan átalakítani a világot a 19. század utolsó harmadában, akkor már teljes fegyverzetben előttünk áll egy Marx nevű gondolkodó révén mindaz, amiről ma részleteiben beszélünk. És egyébként, ha megyünk vissza az időben, a 14. század elejére, sőt a 13. század végére is eljuthatunk, mert nem egyszerűen csak tudatosítják azt, hogy például a szénfüst az komoly gondokat okoz, hanem bizottságot állítanak föl, és korlátozzák a szén használatát. Hozzáteszem, hogy egyáltalán azért volt szükség szénre Angliának ebben a korszakában, mert a fát addigra már rég kiirtották, és azért tengeri szén, mert Newcastle-ből hajón kellett hozni a más vidékekre. Itt a kérdés tehát most az, hogy ha ilyen sok oldalról ennyire egyértelműen ebbe az irányba formálja a gondolkodásunkat nagyon sok csatorna, és ráadásul maga az agyunk is úgy fejlődött, hogy állandóan a jövőben él, és majdani valóság állapotokat tükröz időben megelőzve, és a múlt tapasztalatai alapján próbálja hozzáigazítani a cselekvést, elnézést kérek a fordítóktól, akkor... Hogyha ez így van, hogyan lehet az, hogy a fő szólam az ignorancia? Hogy úgy tűnik, hogy hát annyira egyértelmű, annyira tudhatjuk ezt, hogy nagyon nagy baj van. Miért van az, hogy nem ennek megfelelően cselekszünk? Egy kicsit ez a probléma, amit látunk. Ugye, mint hogyha arról lenne szó, hogy hát itt van, egyértelmű, napnál világosabb. Hát miért nem cselekszünk? Ugye ez jellemzően a nagyon eltökélt és nagyon szenvedélyes mozgalmaknak az attitűdje. Már százszor elmondtam, nincs ellenérv. De valamit mégiscsak rosszul csinálsz, hogyha 100 elmondás után se érted. Valami mégse olyan egyszerű, mégse csak egy csettintésre kell előállnia valaminek, hiszen mindenki, aki közel van magához a diskurzushoz, tudja, hogy iszonyú sok mindent nem tudunk arról, hogy mi hogy van, és hogy egyébként, ha meg cselekedni akarnánk, akkor mi lenne a jó beavatkozási irány, és Kerekes Sándortól is hallottunk már a megfontolásokat ehhez képest. Innentől kezdve nagyon könnyen rossz válaszokhoz és rossz megközelítésekhez juthatunk. Ezeket most nagyon gyorsan, mint Einstein a mínusz egyel, egyszerűsítsünk vele, felejtsük el őket. Tehát amikor elkezdjük moralizálni, hogy mer az ember ilyen, hogy a ráki a földnek, és vagy bűnbakot képzünk a politikusokból, ezek nem működnek, ezek mindig a problématér leegyszerűsítése miatt vannak így. Ugye a világ történelem legnagyobb klímavédője Genghis Khan volt, ha valaki nem tudná, mert 700 millió tonna széndioxid megkötését érte el azzal, hogy kiirtott Európában pár millió embert, ugye ettől a művelésbe vont földek újra visszavadultak, és aztán ugye ráadásul az ő utódja, a Yuan dinasztia nagy Kánya Kubilaj, ugye ezüstbányákat nyitott, néhány évre rá már Kínának ezüstből származott az egész Kínának a jövedelmeinek a 40-valahány százaléka, és nagyobb környezetrombolást okozott, vagy ólomszennyezést okozott az ezüstbányászatnak az a velejárója, mint az egész 19-20. Századi ipari forradalom, mondják ezt kínai és amerikai kutatók egy friss eredmény kapcsán. Tehát, hogy nagyon nem egyértelműek ezek a dolgok, és amikor az emberek viselkedésére kérdezünk rá, az is sokkal bonyolultabb, az még talán bonyolultabb, mint az ökológiai rendszer. Ugye, amikor a cunami volt Japánban, akkor sokan évődtek azzal, hogy korábbi idők japán generációi köveket állítottak a települések szélére, hogy ezen a kövön túl ne építkezz, mert egyszer majd jön a víz. És az új nagy cunamiknál azt láttuk, hogy mondjuk az pont egy játszótér közepén állt, volt egy ilyen fotó. Mert hát ugye a település nőtt, a szüksége volt a térre,
körbe nőtte a cunami követ, majd jött a cunami, és egészen följött a cunami kőig, ugye elmosva mindent, amit ott talált, és akkor joggal kérdezhette meg bárki, mondjuk egy blogbejegyzésben, hogy hát ezek a japánok nem tanulnak semmi, ezek miért? Hát ott van egyért, százszor elmondtam már, hogy ne építkezz a cunami kövön túl. Valamitől mégis a cunami kövön túl építkezik, és hogy miért, az egy végtelenül bonyolult a rendszer. A Kerekes Sándor megmutatta, hogy ha gazdasági oldalról nézzük, ez az összetettség megmutatkozik, de a mindennapi élet finom szerkezete, vagy a kultúra oldaláról is meg lehet nézni. És pont a japánok a legjobb példák rá. Ugye mindjárt el is mondom, hogy miért, csak gyorsan megmutatom ezt a könyvet, mert azt, hogy nem tudunk elvárni a bizonytalan állítások és kétséges a tézisek nyomán azonnali határozott egy irányba mutató és konszenzuális cselekvéseket, ez mélyen benne rejlik abban, hogy hogyan is működik az emberi gondolkodás. És szándékosan emeltem ki néhány állítást, amit miközben ezt mondom, már mindenkinek módjában állt elolvasni. Tehát, hogy a reason, a megfontolás, a tények, azok nem elegek ahhoz, hogy komplex problémákat megoldjunk. Annyi minden van ezeken a tényeken túl, amiket figyelembe kell vennünk, és itt jönnek újra a japánok. Képzeljük azt el, hogy egy olyan civilizáció, amely a vulkanizmussal él együtt több ezer év óta, gyakorlatilag már genetikai szinten megjelenik az, hogy a állandó ugye klímafenyegetettség, hogy a vulkán az egy elég durva fenyegetettséget jelent, meg a földrengés is. Ugye egy ilyen területen élve kialakul egy olyan génváltozat a japánoknál, amelyik arra készíti föl őket, hogy könnyebben reagáljanak, amikor vészhelyzet van. Ugye azért, mert a gyors cselekvés alkalmatán a túlélésnek vagy az elkerülő tevékenységnek a legfontosabb záloga, de ez beépül a génjei közé egyfajta stresszgén, ugye, amit meg enyhíteni kéne kulturálisan valamilyen módon, de nagyobb stressz a stressz enyhítése kulturálisan, mert meg kéne osztani mindenkivel a félelmeket, egy ilyen macsó japán társadalomban az nagyon nehezen megy, és ettől irtózatosan bonyolult a japán társadalmi psziché. Sokak szerint a Godzilla motívum mögött is egyébként ez a fajta egészen furcsa feszültség vagy ellentmondás van. De másképp is megváltozik az agy egy ilyen körülmények között élő népnél. Ugye az a bizonyos orbitofrontális kéreg, ez a beletörődés és az elfogadás ugye kisebb, mint más népeknél, és ettől a pusztulásba, a megváltoztathatatlanba való beletörődést könnyíti meg. Na most azok után, hogy valakinek ilyen az agya, meg ilyen a génje, mondjuk neki azt, hogy fogadd úgy az én szavaimat, mint ugyanúgy, aki valaki más, meg máshol él. Végtelenül fontos állítás az, hogy számtalan hatáskövetkezmény, amit nem ismerünk, van közöttük ilyen is, meg van közöttük olyan is. Ugye ez a VLF-öv, amit itt megmutatnék, ez egy egészen furcsa hatás együttes. A tenger alatt járók víz alatti kommunikációjához szükséges volt egy nagyon alacsony frekvenciájú sugárzásra. Ezt bevezették, elkezdtek a tenger alatti járók ezen kommunikálni egymással. Majd ez a sok-sok sugárzás kiderült, hogy néhány évtized alatt egy új burkot hozott létre a Föld körül. Ugye van ellenöv, ami a kozmoszból érkező napszél által hordott részecskéktől valamilyen módon, ahogy egyébként a mágneses tér is védi a Földet. Ez a VLF sugárzás kiebb tolta a Van Allenövet a Föld körül, és rakott még egy réteget a Van Allenöv meg a Föld közé, amely szintén védi az egész glóbuszt. Tehát miközben azt se tudjuk, hogy a Genghis Khan pláne nem tudta, mi is csak most tudjuk, hogy ő mit csinált, meg hogyan csinált. Mindenfélét csinálunk, ilyet is, meg olyat is, meg amolyat is, és nem tudtam, hogy a Jim is használni fogja az unprecedented jelzőt. Ugye megismerési szempontból az a különösen nehéz helyzet, hogy a globális rendszer szintről
összegyűjtött hatalmas tömegű ismereteink birtokában is egy unprecedented change az, ami előtt állunk. Nem tudunk idősorokra támaszkodni, ahogy mondjuk a meteorológiánál, vagy a vízállási jelentéseknél. És így aztán ugye biztos állításokat ahhoz, hogy azokból biztos döntések legyenek, azokat se tudunk tenni. Így aztán, ami marad, és így jutunk el ahhoz, hogy ilyen párbeszédek, vagy egy intézeti munka hogyan tud segíteni egy ilyen helyzetben, az az, hogy dacára annak, hogy nagyon magas szintre ért el, és egyre több oldalról tudjuk ugyanazt a problémát támadni, mégis a megismerő képesség fokozásán kívül közvetlen erős eszközt azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből tovább lépni, hogyan lehetne mégis valami fontosat tenni, először szellemileg, aztán pedig nem tudom, döntések nyomán cselekvésbe. Ugye ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy ha globális rendszerről beszélünk, akkor a globális rendszerek működését kell jobban megérteni, és ehhez még az a planetológia is hozzásegíthet minket, ugye, amely sok bolygót vizsgál egyszerre, hogy ahhoz képest a Földet, mint speciális esetet tudja vizsgálni, mert ebből is a Földdel kapcsolatban tanulunk, a komplexitása és lehetőségekkel kapcsolatban. Számos történelmi példát mutatnék meg, ha lenne idő, de sajnos nem áll módonban elmondani, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy mekkora idő az, amire vissza tudunk tekinteni, ahonnan tapasztalatokat mozgósítani tudunk a jövővel kapcsolatos folyamatok megértéséhez. Amikor 1815-ben kitölt a Tambora vulkán, senki nem tudta, hogy miért van éhínség, időjárás változás és horror Európában, mert hogy Dél-Kelet-Ázsiában történt a vulkánkitörés. Az az angol úr, aki onnan hajózott Európába, és tudta, hogy ott volt valami, majd megérkezett Európába, ő se tudta összekapcsolni a kettőt, hogy nincs összefüggés. Amikor a század végén a Krakatau kitört, az egy kisebb kitörés volt, de már hihetetlen sok feljegyzés volt róla, méregették a hanghullámot, ami körbefutotta a Földet, már mindenki megírta, már alig pár évtized alatt már sokkal-sokkal többet tudtunk erről, és ezért ugye az idő, meg a tér, hogy a tudásunk mekkora térre terjed ki, ezek a történelemből azok a faktorok, ahol nagyon jól végig lehet követni, hogy folyamatos a növekedés, a múlt idősorainak az egyre alaposabb ismerete és az egyre nagyobb tértartományokban végbe menő folyamatok jó ismerete a kifutása. Megismerő erőből így lesz megoldó erő, és azt gondolom, hogy itt az előttem szólók szinte mindent elmondtak már arról, hogy hogyan ágyazódik egybe a természeti, meg a társadalmi, a civilizációs és a környezeti, de általában hajlandóak vagyunk a civilizációs aspektusról elfeledkezni. A tavalyi év nagy szenzációja volt, amikor egy nagyon nagy létszámú nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy miközben a történelmi tudásunk általában ott kezdődik, hogy a termékeny félhold országaiba nagyjából 8-10 ezer évvel ezelőtt elindul az agrártermelés és a földművelés, 25-30 ezer éves több méteres kultúrrétegeket találtak a esőerdőkben, Amazóniában, az afrikai esőerdőben és Dél-Kelet-Ázsiában, jelezvén azt ugye, hogy a nagyjából, tehát viszonylag állandó, hosszabb ideig ott lévő települések ugye az egész civilizációs folyamatot gyakorlatilag épp az erdőirtással kezdték meg, és innentől kezdve ugye az, hogy mondjuk egy, ha emlékszünk a Sándornak a négy visszaerdősítő effektusára, ugye, hogyha az úgynevezett nagyvárosi vertikális tornyok a hidropóniával, vagy a még vízgazdaságosabb aeropóniával egy toronyépületben, egy betonépületben alkalomattán növénytermelésre képesek egy városi közösség számára, az például egy ötödik út ahhoz, hogy akkor ne a termőföldön kelljen megtermelni az élelmiszert, és az a termőföld felszabaduljon például elvadulásra. Tehát, hogy ebbe a civilizációs kártyába benne van a technológia is, mint a megoldásnak valami fajta útja vagy hordozója. Érdekes módon nem beszéltünk erről, hogy talán más módon is jelen van még a technológia ebben a térben, de a leglényegesebb állítás, amivel én befejezem, az az, hogy azok a mechanizmusok, amelyeket a Sándor felvillantott, hogy a puszta, százszor elmondtam már, ne éges erdőt, ne használj fát,
Vannak jó példák arra, hogy hogyan lehet tárgyalásos úton eljutni oda, hogy mindenkinek az érdeke teljesüljön, hogy felszabaduljon forrás onnan, ahol van. Ugye ezt hívom én Böröcz képletnek, ő szépen kiszámolta, hogy a leggazdagabb országok, akiknek a gazdagsága ugye korábbi idők erőforrás felhasználából származik, igenis képesek arra, hogy átrendezzenek forrásokat. És ezeknek a mechanizmusoknak a keresésében nagyon nagy szerepe lehet az ilyen típusú intézeteknek. Ezt szeretném mondani, igen, hogy dicsérjük meg magunkat, hogy ilyen fantasztikus előadóink vannak. Bármeddig hallgathatnánk, egy nagy tapsot neki, bármeddig, bármelyiküket, de van egy ilyen közösség.